Közel 200 veterán atléta gyűlt össze a Fekete-hegy szárazréti közösségi házban, hogy felelevenítsék pályafutásukat, találkozzanak, beszélgessenek egymással. A találkozó ötletét pedig a véletlen szülte, tudtuk meg a főszervezőtől, Császár Györgytől. Ez az egész abból indult ki, hogy találkoztam egy nagyon-nagyon régi sporttársammal a városban, abszolút véletlenül találkoztunk, és azt mondtuk, hogy csináljunk egy atléta találkozót, egy veterán találkozót. És annyira jól sikerült, hogy a futó tüzteljét itt a városba, és hát ilyen márciusra közel 300-an voltunk már, és hát abból egy csomóan eljöttünk ide, aki éppen ráért. A találkozón több előadást is meghallgathattak az egybegyűltek. Bernát Károly volt atléta, edző, Székesfehérvár régi atlétikájáról tartott beszámolót, majd Döbrentei Gyula a 70-es évek fehérvári atlétikáját elevenítette fel a résztvevőkkel közösen. Az előadások sorát Tölgyesi Balázs középtávfutó zárta, aki az 1996-os több szempontból is igazán különleges atlantai olimpiáról tartott élménybeszámolót. Nagyon nagy ideje volt már, mert ha jól tudom, akkor azért Fehérváron a fehérvári atléták ilyen jellegű összejövetelt még nem szerveztek, és azért van ennek a sportágnak egy olyan múltja itt a városban is, és van itt tényleg annyi volt atléta, ahogy itt a beszámolóban elmondták, sok régóta fiatal atléta, akiket kimondottan is összeköt egy olyan közös sportmúlt, ami miatt érdemes találkozni, érdemes a múltra egy kicsit megemlékezni, felidézni a múltat, hogy honnan is indult tulajdonképpen az 1900-as évek elején Székesfehérváron a szervezett atlétika, mi történt időközben, és meddig jutottunk el. Messzire, ez egészen biztos, elég csak a regionális atlétikai központra gondolni, mely évek óta házigazdája a Gyulai Memoriál atlétikai magyar nagydíjnak, és talán már arra sem kell sokat várni, hogy ne Tölgyesi Balást, vagy Korányi Balást emlegessük, mint utolsó fehérvári atlétákat, akik olimpián vettek részt.